Tehát itt voltunk... Táboros. Basznak és egyenesek. Ilyen öntöző... Csabba. Na szóval, itt voltunk Ovo bácsi és Ovo néni. Egy ilyen... Tavaly voltunk egy ilyen táborosztatós projektnek a részei. Egy ilyen kisgyerekeket táboroztattunk. Megnézzük ezt a... És ez egy tavaly... Ha? Semmi. Van wifi. Szóval itt ez ilyen... Ilyen tavaly átadott parkról van, szóval elég jól néz ki. Látom, itt újra múlcsozták a... Ez már-már ilyen osztrák szinten van. Hát mondjuk erre se vigyáznak, úgy lelesz. Ja, persze, ja. Volt ilyen esemény, ilyen fricska a Facebookon, hogy pisítessük a gyerekünket a koronás parkülére. Mi? Már hogy mindenki nem mennek be oda a vészére, hanem... De ingyenes ráadásul. Húgyoznak a gyerekek. Ez is az, hogy nincsen kultúrája a magyaroknak, mert annyira alja népség. Tisztelet a kivételnek, persze, meg én fogom megkapni oltást ezért, de hát ez az igazság, és sajnos szembe kell néznünk a dolgokkal. Na, tökre lenne ilyen a kertbe, ilyen kilátó torony. Nekem tökre tetszik ez a dizájn, ez a... Majd a gyerekünk hosszú, nézd, milyen jó! Mintha én csináltam volna. Mint én tök ilyenre csinálnám. Mondjuk ilyen lecsúszó cucc nem lenne rajta, de ez is tök, hogy ilyen rozsdamentes. Ezek, erről figyelnénk a szomszédokat, akik hangoskodnak, és így egy nyílpuskával így leszedni őket. És ilyen zászlót is rögtetett. Ja, majd lesz saját családcímerünk, ezt erre kitaláljuk. A szőlőmotívum az szerintem az így biztos, hogy benne lesz a ház miatt. Meg nem tudom, szerintem ilyen sváb gyökerekhez is visszanyúlhatnánk, úgyhogy legyen egy ilyen... Legyen egy ilyen fél sas, meg egy fél szőlő. Meg akár ez a fehérvári oroszlán, ami rajtam van, az is benne lehetne. És így az arcom így a háttérben. Egy ilyen szakáll. Nem, nem. Bepörgetsz az a pörgővel, hogy így kiessek, és így eltaknyoljak itt kurva nagyot. Nem, nem. Amúgy beküldtem a videót, de... jó. Remélem, nem rakják. Tessék. Yeah. Meg jó, hogy pont azt mondtad, hogy milyen a kultúráletlenek a magyarok. És most... Lehet a centrifugális erővel pörgetni. Miért most nem állhatok rá, azért nem, de gyere. Igen. Mert tönkre teszed az 50 kilót, de... Már beszélgültem. Hallod, másnap sem kéne ilyen hányaton elcsörögned. És te? Nem, engem is beleviszem. Ez milyen virág? Ez. Az ez valami menta, azt pedig nem tudom mi. Cannabis sativa, nem? Sajnos nem. Azt hittem. Hintázunk ezen? Aha, mindenki. Most komolyan. Hát nem. Keresetek, mondjuk lehet én se. Ezt leteheted ezt a vizet, főleg? Ja, ó. Hát ez gáz, haver. Valamivel játszunk akkor, ha már itt vagyunk, vagy nem, nagyon... Nem muszáj, nem akarom erőltetni, csak most kivételesen jó kedvem van. Fel kell vidítani. Hát mondjuk más is felvidít, mert vannak ilyen emberek, akikkel lehet rögni. Mint ez a Hajdú Attila, nem? Szóval én valami ilyet fogok építeni, hogyha meg lesz a másik telek is. Csak ahhoz meg... Az is lesz, minden lesz. Kerti tojtó.
Csak gyűjteni kell pénzt. Hát ez nem, mert a szúnyogok jönnek, meg a Zika vírus, aztán... Majd valami lesz. Preírás. A középkori erdő. Der Mittel alterliche Wald. Ez francia. Miből jöttél rá a francia zászlóba? Na, ma leolvastam a QR kódot a szememmel, és így kiírta, hogy francia. Értem. Nincs semmi interaktív játék, csak ilyen építmények. Vannak itt jó dolgok. Van ott egy ilyen hálós hinta. Ott, mint az ilyen hippi ágy, tudod. Ja, jó. A hippi ágy. Zero gravity. Good. Be már. Akkor a tűrfákon. Spider-Man! Nagyon menő. Remélem leesel. Ilyenkor szoktam a telefonomat elhagyni. Na, erről beszéltem egyébként. Hát bele kell ülni, aztán ringatózni. Csak én nem férek így oda. Nagyon durva, be van biztosítva, hogyha elszakadna a lánc, itt egy tartalék. Utoljára a függő ágyon jutunk így. De jó az a híd. Mire jó? Hát, jó. Középkori. Bár egyesek középkori. Szerint nem volt középkor, de... Engedd már el ezt a dolgot. Olyan vicces. Hogy lehet vele ki ilyen vicces? Nem szabad kinevetni. Azért, mert vicces. Nem is figyelek arra, amit mondtattál. És milyen nap van? És akkor miért nem dolgozol? Jövő héttől dolgozok, és nagyon nem dolgoztam. Nincs kedvem. Amúgy az előbb dolgoztam. Ja, nem lehetted volna. Volt egy dolgozás. Igen, nekem elég ennyit dolgoznom. De amúgy most is dolgozok, csinálom ezt a videót. Nem bele magad fajta bunkók tanulhatnak. Leköptél. Okay. Nem, amúgy nem. De majd nem. Csak itt pironkodok. Vagy úgy ennék ilyen a... Mi annak a neve? Várj, gyorsan akartam mondani a... Fekete erdő tortát. Hát, vegyél. Még tegnap beszéltük, hogy nem is csináltál nekem még tortát soha. Hát, de folyamatosan sütem a hülye sütjeid. A hülye, az ostoba sütjeid. Azért, mert nem körelakul, és nem lakok egyet. Hát jó van, na de hát... Majd a szüli napomra, a 30-ra. Ez egy nagy buli lesz szám. Ezt nem én mondtam. Nem. Azt találtuk ki, hogy a 30. szüli napomon meg fogok komolyodni. Levágatjuk a hajamat. És nem fogok ilyen fekete ruhába járni, meg normálisan fogok beszélni, nagyon gyorsan fogok ezen túl így. Nem is tudok gyorsan beszélni. Akkor ez már elbukott, ez az ötlet. Yeah. Én sem tudok amúgy, de ez nem hátrány. Legalább tudnak jegyzetelni a kis lurkó. És mi van, ha többiek beszélnek gyorsan, mi meg normálisan? Ja, mindenki ilyen kétszeres sebességgel már bekerül.
elvízni. Nem, amúgy ez azért van. De szerintem tök egyszerű erre rájönni, hogy a maga a világ gyorsult fel, tehát gyorsabban kell információt cserélni, sokkal több interakcióért, és ezért felgyorsul a kommunikáció is. Hát valószínű, ilyen senkinek nincs ideje így beülni, és ilyen kurva lassan beszélgetni. Hát mi meg ráérősek vagyunk, ezt ilyen a mentalitás, vagy a hozzáállásunk. A francia tanára volt én gimibe, minden órára egy bögre kávéből jött be. És van egy nap, mit tudom én, 7 órája legalább. De ez hogy szétbassza magát? Ez meg, ez kurva beteg. És úgy pörgött, mint az ítélet. Így nem is vártam meg, hogy válaszolja a kérdésre, már ment tovább, és te meg lebaszott, hogy miért nem tudod a választ. Közben mondtad vele, csak észre se vetted, hogy szólított, mert olyan gyorsan tovább ment. Szám, amúgy egy csomóan csinálják azt, hogy tudod így, ilyen különböző serkentőszerekkel, vagy valamivel próbálják tartani a tempót, amit a társadalom diktál. És egy rövid idő alatt tönkre teszik magukat, hogy ilyen a, mondjuk az energiaital is, a kávé is. Ez a nő már ilyen hatalmon felül. Hát gondolom nem folyamatosan tolja, hanem lehet, hogy már most érzi a gyenge, és akkor elkezdett kávézni. De lehet, hogy ez lesz a veszte. Hát mondjuk szegénynek olyan sivár élete volt. Se férje, szivár. Se férje, se gyereke. Szivarozott mindig. Nem szivarozott, baszta. Még mindig az anyját ápolja. Az nem tudom hány éves lehet, 90 volt. 100. Na menjünk. Menjünk. Már végigpróbáltam, de... Tök jó, ez a tenger alatt járó ablak. De jó. Be akarsz már? Így rendesen olyan, mint hogyha egy 360 fokos körbe tudnál látni. Jó, össze van karistolva. Hát direkt összebaszták. Direkt. Mejj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 j